vöröshagymát tisztítanak a fészer oltalmában a majdányi cenetörök családban. A nehezebb munkákat igyekeznek hűvösön, korán reggel vagy este fejés után elvégezni. Amikor beáll a kánikula, akkor térnek át a könnyebb, tető alatt is elvégezhető tevékenységekre. Igyekszünk olyan munkát, amit a határba kell elvégeznünk, kora reggeli órákban vagy késő-esti órákban elvégezni. Hát itt vannak a tehenek, ezekkel pedig nem lehet kivételezni, itten délben is, reggel is, este is mindig foglalkozunk velük, és hát bizony ki kell bírni. A csapadék hiány és a rekkenő hőség a köztudottan szárazságtűrő napraforgót is megviselte. Egyes kukoricatáblákon pedig már a kiadós eső sem segítene. Kukoricák is szintén nem bírnak megkötni, a késői vetések az elég gyanúsak, a korai vetések, akik az valamennyivel jobb, valamelyik már kezd kötni, valamelyik megkötött, de ha nem kösz, arra se csapadék nem fog megkötni. Úgyhogy nem tudni előre, mi lesz, de egy jó héten belül a csapadék nem lesz, akkor valamelyik így is már per pillanat tisza vize állna rajta, az se volna elegendő, az se csinálna neki semmit. A nagyfiúk a szalma préseléséhez készülődnek. Abból kellene még 5 holnyit felbálázni, ezen kívül a trágyahordás vár még a család férfi tagjaira. Azzal befejeződik majd a nagy munkák sora.